más hulladék nincs benne. Emlékeznek, így nézett ki még szeptemberben Jászapátin a Nyár utca, mely eredeti funkcióját magyarul a közlekedés nem volt képes ellátni köszönhetően az illegális szemetelőknek. Tele van, ebben még lehet, vannak még emberi tetem is. Ebbe higgye meg. Most ilyen képet mutat az utca. Elég látványos a kontraszt az előző hónapokhoz képest. Ezt szeretnék is megőrizni ebben a formában a környék lakosai, amire személyesen is oda fognak figyelni. Hát köszönjük szépen az önkormányzatnak, hogy ezt létrehozta, hogy eltakarította a szemetet, és ezek után én is úgy fogok hozzáállni, mivel itt lakom, ebbe az utcába, hogy tovább ide szemét ne kerüljönek. Mert kijelentem ember és Isten előtt, hogyha valaki ide hozza szemetet, agyon fogom ütni. Az eltakarítással Tisztítsuk meg Magyarországot program adott lehetőséget, melynek forrásaira pályázhattak a települések. Jászapáti lakosság arányosan 5 millió forintra pályázhatott. Az elnyert összegből az illegális lerakók felszámolását kellett elvégezni. Jászapáti városában kül- és belterületen is zajlott a munka az elmúlt hetekben. Ilyen értékű vagy összeget nyertünk, 4 millió 970 ezer forint értékben, amelyet a hulladék összegyűjtésére, rakodására, elszállítására és ártalmatlanítására tudunk fordítani. Jászapátin 24 helyrajzi számon, közterületen, önkormányzati közterületen elhelyezett illegális hulladékot tudunk ezáltal, vagy ezzel a lehetőséggel élve eltüntetni, és valamennyire, ha csak ideiglenesen is, de szebbé tenni a környezetünket. A jászapáti Temesvár szegregátumban több olyan telek is található, mely elgazosodott és dombokban áll az illegális hulladék. Ha valahol már leraktak szemetet, onnantól sokkal bátrabban hordanak oda mindenfélét a renitens városlakók. Egy-egy ilyen hely nem csak esztétikailag rontja a városképet, de a rákcsálók melegágya is lehet. A közterek megtisztítása mellett a városvezetés arra is felszólítja a lakókat, hogy a magánterületeken található illegális lerakókat tisztítsák meg. A kormány már 2 éve dolgozik azon, hogy a szabálysértésnek számító illegális hulladékelhelyezés idővel akár bűncselekménynek is minősülhetne. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által felállított új hulladékgazdálkodási hatóság dolga lenne a jövőben a hulladékot lerakók súlyos szankcionálása, akár börtönkiszabása. Addig a lakossági figyelemre és a hulladékradar applikációra lehet némileg számítani, ahol bárki be tudja majd jelenteni, ha egy újonnan megjelenő illegális hulladék lerakót lát.